Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, tanítótársaimat is beleértve. Köszönöm, hogy eljöttetek. És bevezetőként csak annyi, hogy ha nem tesszük, akkor semmi nincs. Tehát a magyar ez egy nagyon érdekes gondolkodó nemzet. Mi feltaláljuk Nobel-díjas szinten azt, amit fel kell találni, és utána nagyon keveset teszünk. Ezek a fantasztikus találmányok, újítások nagyon ritkán valósulnak meg itthon. És én azt szeretném, hogyha ez a tudati újítás, hogy igen, lehet tiszta tudattal élni, és ezt gyakorolni, ez itthon is megvalósulna. Ez az a csendes belső változás, aminek úgy túl sok külső foganatja és látszatja már csak akkor van, amikor teszed. Na mi ez a csak tenni? Tessék szíves egy kicsikét az emberi jelenséget így megnézni, azaz magadat, magunkat közelebbről, és van egy tested, meg van egy lelked. És akkor ennek a miben léte, az több ezer év filozófiájának, vallásának a tárgya, a működését viszont itt és most észreveheted mindenféle előtanulmány nélkül, csak figyelni kell. Ez a figyelem, a befelé fordított figyelem elsősorban, aztán a kifelé fordított figyelem, a meditáció maga. Amikor a külső és a belső egyé válik, akkor veszed észre valójában testtudatossággal és lélektudatossággal, hogy te hogy működsz. És az érzékszervek, azok a fogalmi gondolkodáson keresztül érzeteket hoznak létre. Az érzetek az elmédben bekerülnek az énség hatókörébe. Itt eldöntöd, hogy ez neked jó vagy rossz, és utána pedig ez bekerül a memóriádba. Az én képről szeretnék beszélni, ami szűri ezt az egészet, szűri azt, ami az emlékezetedbe, a tudattalanodba bejut, és szűri azt, ami onnan kijön. A manasz, a puszta dualisztikus masina benned, az egy tranzisztorgyűjtemény. Az egy olyan komputer, amit te üzemeltetsz. Ami ebből az azonosulásod pozitív vagy negatív tárgya, én vagyok, vagy én soha nem akarok ez lenni, de mégis sikerült. Ez az úgynevezett ahamkárának a terméke, az énet, az aham, az az én. És amikor transzcendens megismerésre törekszel, hogy ezt az énséget letisztázd, hogy ez a vízcsepp visszatérhessen az óceánba, valahol megtisztulhasson és megigazulhasson, az ilyen módon elnyert nem én élmény, a nem egótól határolt személyiség, az a buddhi. Tehát az önvalónak a nagykövete a személyiségedben, bármiféle transzcendens tapasztalatnak, így a csendes, intuícióval súgó, magát nem definiáló nagykövete. Tehát van akkor a te én szférádban ez a három elem, a középső, az a hétköznapi én, az aham, amit te az érzékszervi tapasztalatokból, az elme tevékenységből és az emlékekből állítasz össze. Ennek a megnyilvánulásához kell az a duális tevékenység, ami a manasz, az egy vagy a nulla, a kapuk nyitása, csukása. És ennek a látásához kell a buddhi, amely valahol az önvalóba visszaolvadt, és utána pedig újra énesült. Ez az énesülés már relatív. Ez az énesülés már az abszolútot magával hordja. És ez az, amikor a bódhiszatváról tudunk beszélni, a világban megjelenő megvilágosodást kereső és részben azt elérő lényről. Akkor, hogyha a buddhi teljesen zárva van, mert nem tapasztalt semmi transzcendenst az illető, tehát nem hallatta meg az önképét, a világképét és a dualisztikus működését, akkor az egóból elkövetett hiba szükségszerű. Mert az aham nem nyílt ki. Az ahamkára legyártja ugyanazt az ént mindig, újra és újra, amelyik mindig meg akarja örökíteni önmagát. És ekkor az ember egy olyan robotpilótához hasonlít, amit beprogramoztak előre, lásd képlet, leszületés, archetípusok, és mivel nem haladta meg önmagát, nem is volt képes változni. Nem tudott semmit sem változtatni. Meghaladásunk mértékében tudjuk ténylegesen megismerni önmagunkat, és hogyha megismertük önmagunkat bizonyos mértékig, akkor már meg is szeretnénk haladni, mert ha nem, akkor csak a szépet láttad magadban, meg amit akartál. Úgyhogy a just do it, a csak tenni, az akkor valósul meg, amikor a buddhi és a manasz közül az ahamot kiveszed. Tehát nincs önkép,
csak látás és cselekvés. Ezt a zen úgy mondja, hogy nem magamért, hanem minden lényért. Miért? Mert az önálló önképet, az ego burkot lehántottad, kivetted, úgy, hogy a személyiséged, mint csatorna megmaradt. A gyakorló, a sok-sok izzadság és belső horrorfilm és látások és egyebek után, ha tényleg helyesen gyakorol, akkor egyszerűbb, tisztább és kívülről egy normálisabb személyiség lesz. Miért? Mert megjárta a saját poklát. Megjárta az álaja vizsnánának, a tárház tudatának azokat a régióit, ahol a legkeményebb traumák honolnak. Engedte, hogy a felszínre kerüljenek. A dualitás teremtővel, az én teremtővel, az ahamkárával nem nyúlt hozzá, nem csinált belőle énséget, és így a manasz nem örökíti meg a nullákat és az egyeket. Tehát engeded az önképet változni. Sőt, engeded szertefoszlani. És akkor a lényed a buddhiban az önvaló lenyomatát hordozza, hiszen ezt máshonnan nem lehet. Nem lehet a nem név, nem forma helyett egy névből és formából származó forrás, ami ugyanazt tudja. Ezért szoktunk megszabadulás irányú és nem megszabadulás irányú utakat megkülönböztetni. A megszabadulás irányú utak szükségszerűen nem kettősségre, ürességre, nem énségre alapozódnak. A nem megszabadulás irányú utaknak mindig van egy tárgya, egy Isten, több Isten, egy adott határozott tudatállapot, amely kitölti a tudatterét, hogy te ezt akarod, te ezzé akarsz válni, te ezt megvalósítod. Négyszög, ötszög, háromszög, hatszög, mindegy, de tárgyas a tudat. Határozott céllal bíró a gyakorlás. És ez nem megszabadulás irányú út, mert valahol mindig külön fog állni az alany, a tárgy és az állítmány. Tehát ahhoz, hogy a megszabadulást elérd, úgy tűnik, a mély szerkezetében minden út hasonló. Tehát nincs tárgyas határozott célja, csak iránya. Nincs egy elérendő énség, hanem pont a nem én, vagy a határozott, abszolút egókérektől való megszabadulás az út. Szükségszerűen nem kettősség tapasztalata vezet el idáig, és az egésznek a tartalma az üres teljesség, vagy a teljes üresség minőségéig megy vissza. És ezért nem támaszkodunk az írásokra, ezért irányulunk közvetlenül a tudatra, ezért a megvilágosodás egyenlő igazi önvaló tapasztalatával, és ezért van csak tudattól tudatig terjedő átadás, és minden más ennek következtében történhet csak hitelesen. Eddig szólt a bevezetőm, meghallgatom tanítótársaimat is, és következnek a kérdéseitek. Először a dráma, aztán a komédia. Tessék! Ettől nem vagy könnyű műfaj. Tessék! I'm sorry, sir. Még a mester is felszejdült, pedig néhány újat mutattam így, meg úgy. Kettőt. Ragaszkodsz a kettőhöz. Szerintem te is. Hol a csont? Majd Soma megmondja. Wow, wow. Milyen jól el vagytok. Tehát ezek a jelek, ezek jelek, van jelentés, értelmezés nélkül, ugye? Ezek a mágiának az első mozdulata, amikor így csinálok, és mondjuk a kisgyerek megrémült tőle, bár pont nem, csak trenírozni kell,
De itt rengeteg gondolat most felszökik, hogy így, hogy a hüvelyk úgy mit jelent, a mutató úgy mit jelent, ez az úgy mit jelent. Ezt a legnehezebb egyébként, amire ugye gyűrűt húzzuk, ezt a legnehezebb szóval egyébként így külön mozgatni valamiért, idegrendszerileg. De hát én nem csináltam semmit. Én mosom kezeimet, mint Pilátus, ugye. Én nem csináltam, én nem mondtam semmit. Az, hogy ti mit gondoltatok, főleg te, ti saját felelősségetek és bajotok, és hát mégis valahogy együtt kellene élnünk, ugye? Ezt a konyhán hiába csinálod az asztal mellett ezt, hogy így légkéssel, mert akkor nem lesz semmi. De ugye, mint az előbb hallhattuk, hogy kivenni a látás, tehát a látásból cselekvést csinálni, ez nem olyan egyszerű. Főleg, hogyha elmegy a legtöbb energia arra az értelmezésre, amit a teljesen fölösleges kis zajokra, amit most itt az imént képileg próbáltam itt nektek mutatni, sikerült is megzavarni mindenkit. Sikeres volt a bemutató, és el is vesztem én is a saját narratívámat teljesen, anélkül, hogy el is elkezdtem volna bármit. És erről beszélek, hogy a látás meg a cselekvés között mi a híd, mi az, ami mennyire akadálymentes az egész. Mert telenyomjuk olyan labirintusokkal, telenyomjuk olyan útvesztőkkel, telenyomjuk olyanféle akadályokkal, amikről nem is tudunk, és akkor néha azért, mert attól a sok cikcaktól, ami a beszorult energiától képződik, attól egy picit úgy létezőbbnek érezzük magunkat, attól még nem könnyebb az életünk. És ezeket a cikcakokat előbb-utóbb érdemes visszahozni. Ide. És akkor ez csak egy új. És akkor ez csak egy bot. De megint visszamegy az uroborosz a saját farkához, és jó, és ez akkor csak egy szó. És hogy lehet ezeket meghaladni? Hát teli tankkal nagyon könnyű elhatározni, hogy leugrom a kisboltba, akár a szomszéd faluba is. De ha nincs teli tank, akkor ott már meg kell nézni, hogy inkább a közelebbibe, inkább talán nem a legjobba. Ezzel azt akarom mondani, hogy amikor a dharma energia a gyakorlás után úgy kihúzódik az emberből, akkor veszi sokszor észre leginkább, hogy ezek a percek, amiket itt eltölt, ezek a napok, ezek az órák, amiket itt eltölt, ezek mennyire hasznosak, hogy mennyire adták azt az energiát, ami a helyes működéshez szükséges. És mihelyest ez a helyes működés elkezd az életünkben akadozni, sokszor csak akkor térünk megint észre, hogy hát igen, talán nem kellett volna mondjuk azokat a meglátásokat, azokat az energiákat, azokat a dharma felismeréseket, karma felismeréseket, működéseket úgy készpénznek venni, és nem rakni bele újabb energiát. Tehát nagyon érdemes odafigyelni, hogy mibe tesszük az energiát, nagyon érdemes odafigyelni, hogy utána ezzel az energiával mit kezdünk, és nagyon érdemes arra is odafigyelni, hogy ennek az energiának aztán az utánpótlása, ez hogy történik? Hogy csak magamért, vagy ezt másokért is teszem? Mert hogyha másokért is, és a másokért is, másokért is, és a másokért, mint másokért teszik, akkor érezzük, hogy itt azért sokkal többről lesz szó egy pont után, mint puszta gyakorlatról. Tehát csak ennyi ember, aki itt van ebben a dharma teremben, hogyha elkezd együttműködően egy házat építeni, akkor az a ház úgy csodálatos módon gyorsan fel tud épülni, hogyha csak ennyi ember kell, 50 ember, akik csinálják. Aztán vannak a szeretek néhányan,
ehhez értenek, néhány ahhoz értenek, hogyha megvan az irány, hogy már pedig egy házat akarunk építeni, előbb-utóbb hibákkal, ezzel, azzal együtt az a ház állni fog. És nagyon jó megtapasztalni az, hogy az együttműködéssel mennyivel könnyebb minden, így borzasztó módon. Ezt első kézből itt a konyhán tudjátok tapasztalni, másodkézből pedig az ellenkező végletben tudjátok tapasztalni, mikor, mit tudom én, látjátok a villamoson, hogy senki nem adja át a helyét az állapotos anyukának az üléseken. Egyszerűen senki. Pedig annyira egyszerű volna. Tehát ilyen kis egyszerű dolgokat tanulunk itt, hogy ne csörögjünk a kanállal, amikor eszünk, lehetőleg tartsuk tiszteletbe egymás gyakorlatát, segítsük egymás gyakorlatát, és kész. Nagyon-nagyon tiszta és egyszerű dolgokra koncentrálunk, és akkor az energia, a dharma energia az így úgy elkezdi tartani azt a pillanatot, azt a teret, amit nevezhetünk térnek, nevezhetünk ürességnek, mindegy, hogy minek nevezzük, végső soron nekünk kell élnünk benne. És az életnek a minősége, ez még akkor sem mindegy, hogyha minden egy. Átadom a szót a komédiának. Én most egy remek álaja vicsnána, azaz tárháztudat gyakorlatot javaslok nektek, azaz gondolj bele az előző napodba. Tegnap 7 órától. Tehát mi történt tegnap este 7 órától ma estig? Hát valószínűleg volt valami este, vacsoráztál, ha itt voltál a templomban, akkor gyakoroltál, akkor az egész gyakorlatot könnyebb megcsinálni, ezt a visszaemlékezést, mert hogyha itt voltál, akkor nem telt el egy nanoszekundum se, anélkül, hogy tudatosan meg ne élted volna, ugye? Biztosan így volt, de nem voltál itt, akkor is lehetett rá esélyed. Hát gyakoroltál, vagy valamit csináltál este, esetleg beszéltél a családtagjaiddal, aztán lefeküdtél aludni, és akkor egyszer csak elaludtál. És elaludtál, akkor valamikor biztos, hogy álmodtál is. Lehet, hogy üldöztek a rinocéroszok, lehet, hogy zuhantál a végtelen mélységű szakadékba, lehet, hogy ilyen kis angyalként ugráltál a virágos réten, és nevettél, és boldogkodtál, hogy ha-ha-ha-ha. Aztán utána lehet, hogy volt olyan, hogy nem álmodtál semmit. És akkor úgy nem volt semmi. Álomtalan alvás. Szóval ez még lehet, hogy így ismétlődött, szóval egyszer csak fölébredtél, és akkor reggel ott próbáltad magad összeszedni az ágyba, még nem egészen emberként, még nem egészen önmagadként kimentél mondjuk a WC-re, pisiltél, aztán, hogy húztad le a WC-t, akkor lehet, hogy egyre inkább magadhoz tértél. Aztán lehet, hogy bejöttél leborulni, vagy ha otthon voltál kávézni, és elindult a nap. Emberekkel találkoztál, családoddal megint beszélgettél, megint lehet, hogy Kovács Béla meg Molnár Juli lettél, aztán lehet, hogy még valami munka is bejött, vagy itt voltál egy szertartások, égetés, fogadalomtétel, aztán dharma beszéd. Ezt most azért vezettem elő ilyen hosszasan, hogyha megnézed, akkor ez alatt az egy nap alatt hányféle tudatállapotban voltál? Nagyon sokfélébe. És nem csak, hogy tudatállapotban voltál sokfélébe, voltál, amikor tényleg olyan igazán Kovács Béla meg Molnár Juli voltál, de voltál, amikor egyáltalán nem voltál az. Álomtalan alvásba. Hát köszönöm szépen, nem tudtad magadról, hogy Kovács Béla vagy Molnár Juli.
De aztán lettél megint. Nem szüntél meg. Végülis megszüntél, de nem szüntél meg. Valami tovább ment. Aztán, hogyha összehasonlítod, hogy mi volt, amikor álmodtál. Hát amikor ürdöztek a rinocéroszok, meg estél le a szakadékba. Hát ez egy nagyon másfajta világ volt, mint amiben most vagyunk. Lehet, hogy dolgozott azokból az elemekből, ami előtte történt. Tehát egész más az időérzék, nem gondolkodsz annyit magadról, nem racionális az egész, hanem ilyen szimbolikus. De az akkor nagyon komoly realitás. Lehet, hogy fölébredtél, fölriadtál, és tisztára, csutakra voltál izzadva, meg dobogott a szíved. És amikor fölébredtél, akkor egyszer csak megint visszatért az, hogy hoppá, én vagyok én. És az megint egy tudatállapot. Aztán, amikor napközben vagy és gondolkodsz, hát abban is mennyi minden van. Van, amikor szomorú vagy, és akkor körbenézel, és akkor jaj, hát minden olyan szomorú. Ez az egész világ, ez egy nagy börtöntelep. Ha meg vidám vagy, akkor oh, jaj, de jó egység van. A szív kiáll, fölveszel ilyen virágos ruhákat, meg a szívcsakrád megdobog, és akkor kapcsolódjunk össze, és jaj, de szép minden, még a hajléktalan is, de szép, jaj, de cuki. Aztán ez is elmúlik, és akkor megint nem ez van. Tehát, hogy annyiféle én, meg annyiféle élmény van, és mindeközben megvan az az illúziót, hogy valami állandó vagy. Tehát egy napba se vagy állandó, marhára nem. De mégis valami az összes ilyen állapoton keresztül végigmegy. És ami még nagyon érdekes, hogy itt ebben a tudatállapotban, amiben most vagyunk, olyan nagyon komolynak érezzük magunkat, hogy most akkor racionálisan kigondolom, hogy én vagyok Orosz Ádám, és akkor hú, de jó, most dalmabeszédet mondok, de jaj, lehet, hogy meg fog halni, jaj, ez szorongással tölt el, meg ha nem kapom meg, meg kiborul a víz, meg jaj, mi lesz. És nagyon komolyan vesszük, de ha most megnézed, hogy amikor álmodsz és menekülsz a rinocéroszok elől, meg most éppen ezen gondolkodsz, hát mi a különbség? Erre azt mondjuk, hogy valóság, de milyen jogon mondjuk, hogy ez valóságosabb, mint a rinocérosz? Hát attól is megijedtem. Úgyhogy akár mondhatjuk azt, hogy ez, amiben most vagyunk, hát ez is egyfajta álomvilág. És ezzel nem azt mondom, hogy ez most nincs, csak nincs mindig. És egy nap során is megtapasztalhatod, hogy ez nincs mindig. Meg te így, ahogy most vagy, nem vagy mindig. És meghalsz ettől? Eltűnsz ettől? Nem. Még csak nem is különösebben szorongsz. Képzeld el, milyen lenne, hogyha úgy feküdnénk le minden este, hogy jaj, most az én vesztés állapota fog bekövetkezni, és akkor nem tudom, hogy mi lesz, hogy fölébredek-e még Kovács Bélaként, vagy esetleg Csongansunimként ébredek föl. Jaj, ne! Nem ébredünk úgy föl. Vagy hát vannak ilyenek, igen, de ugye őket beutalják egy megfelelő intézménybe. Igen, vagy ide. Igen. Igen. Hát ebben a játékban mindannyian benne vagyunk. Úgyhogy ami ebbe az egészben fontos, hogy ha egy napon belül ez nem izgat, akkor az egész életedre nézve miért izgat? És ha meg valóban ezzel nem kell izgulni, akkor a még fontosabb kérdés, hogy akkor e mögött mi van? Mi van az összes tudatállapot mögött? Meg mi van, amikor az álomtalan alvás van, és akkor ki vagy? Hát valaminek kell lenni, mert nem szűnsz meg. Na most ez az a pont, amit tényleg nem tudunk megmagyarázni. Nem tudjuk körbeírni. Körbeírni tudjuk. Leírni nem tudjuk. De tapasztalni lehet. Figyelj arra oda, tényleg 24 órába, hogy mi ez? De hogy tényleg őszintén, na ez mi? Most mi ez, ami itt tapasztal? Mi az, ami hall, ami lát, ami érez, ami boldog, szomorú, menekül a rinocéroszok elől, vagy éppen nincsen semmi? És ez az a tapasztalat, ami végső soron segít. Semmi más. Vannak persze rész gyógyszerek. De ez az igazi szorongásoldó, nem axanax. Tehát, hogy tényleg nagyon mélyen megnézed ezt, hogy hát igen, vannak ezek az állapotaim, de egyik se abszolút értékű.
És semmi nincs, hogyha elmúlik. Annyit tudunk szenvedni ezen, hogy jaj, most akkor mit gondol az anyám, meg mit gondol az apám, meg elrontották transzgenerációsan az életemet, meg a belső gyerekem megsérült, és akkor meg kell simogatni, meg akkor jaj, a párkapcsolatom, meg jaj, ott hagynak, meg én hagyom ott, meg a gyerekem, meg a nem tudom, és ezek nem mondom, hogy nem problémák. Meg nem mondom, hogy ne kérdezzél ezekről. Általában ilyen kérdések jönnek, és tök jó, mert valamikor tényleg erre van szükség. De ez olyan, mint hogyha egy Excel táblát elképzelsz, és ugye az Excel táblában lehet ilyen mappákat nyitni, hogy egyes mappa, kettes mappa, hármas mappa, és a mappákon belül ugye vannak az oszlopok, meg a sorok, és akkor a cellák, és el lehet persze azon indulni, hogy most akkor a kettes mappát megnyitjuk, és a C4-es cellába az osztást jól írtam-e be, írtam-e egyenlőségjelet, hogy elinduljon a számolás, vagy nem, és akkor... De hogy valójában bezárhatom az egész mappát, és akkor nincs probléma. Nem csak az egész mappát, az Excel-fájlt is bezárhatom. És elmertek játszani. Tehát, hogy oké, nagyon fontos a C4-es cellának a problémája, csak hogyha a C4-es cellát toszogatjuk, valójában sehova nem jutunk, és azt hiszed, hogy gyakorolsz valamit, de valójában nem gyakorolsz, hanem így masszírozod a karmádat, meg megtanult szorozni, osztani. De az a fontos, hogy ki tud kapcsolni az Excel-t, meg be tud kapcsolni, amikor szükséges. Na, tehát ahhoz kell tudnod, hogy ezt, hogy mi van mögötte. Hogy van, aki leül a számítógéphez és bekapcsolja. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt a tapasztalatot keressétek. Persze fontos is, hogy a párkapcsolat, meg az anyám, meg az apám, meg a transzgeneráció, meg a belső gyerek. De egyébként e mögött mi van? Mi ez, ami az egészet eltünteti? Mi az? Ez egy nagyon fölforgató gondolat, de érdemes ezzel megismerkedni. És nagyon látszik az a különbség, hogy akinek erről van tapasztalata, vagy nincs. Akinek van tapasztalata, az néha egészen már olyan egész jókedvűnek néz ki. Aki még az Excel táblába, vagy a C4-es, meg a D4-es cellába, akkor jaj, a D4-es cella, és még van nem tudom hány valami, és akkor gondolkodsz, és rengeteg cella van az Excelbe. Csak hát be kell tudni kapcsolni, meg ki kell tudni kapcsolni. Szóval keresd azt, hogy mi ez. És aztán ebből az összes többi fog jönni. Hogy akkor mi van az ahamkárával, meg mi van a buddhival. Az ott lesz. Csak tapasztalj. Legyen ez ott mindig, és aztán következik a többi belőle magától. Köszönjük szépen. Kinek van kérdése? Régen előfordult, hogy ahogy az ember itt törekszik arra, hogy hú, most az egót fel kell számolnom, valahogy félre megy az egész, és kialakul egy eléggé határozatlan, önbizalom hiányosnak mondható én. Ki mondta azt, hogy fel kell számolni az egoitást? Én döntöttem el. Az énedben ezt mi döntött el? Az egód akarja felszámolni az egódat? Itt van az öncsalás. Nem csak neked, így mindenkinek, aki úgy nagyon fel akarja számolni. Tehát van egy jó hírem, meg egy rossz. A jó hír az, hogy eredetileg sem létezett. Rossz hír nincs, csak munka van. Tehát folyamatosan visszatérni a pillanathoz, a tiszta tudathoz, a tükörhöz, a helyzethez, kapcsolathoz, működéshez. Ez munka, hogy ezt ne hidd el. Tehát az én csinálót ne hidd el, ne azonosulj vele. És ehhez azért van egy-két segédlet. Tehát itt most javaslom a 10 bika történet tanulmányozását, hogy valójában mi történik, most nem mondom végig a 10-et, de amikor csak az üres kör van, az hogy következett az előzőkből, és ebből mi következik? Tehát előtte volt az, hogy az emberünk az ül, nézi a tájképet, mellette a bika, mellette a kötél. Van úgy, hogy a kötél a bika nyakára van csavarva, de már csak lazán. Már nem kell a módszert használni, hogy az elmét szelidítse. És akkor ebből a szemlélődésből egyszer csak eltűnik minden. Eltűnik az alany, a tárgy és a kapcsolat. És
és marad az üres kör. És a következő kép nagyon érdekes, mert akkor csak egy tájkép van, de se ember, se bika, se kötél. Tehát az üres kör, az, ahogy hallhattad már és láthattad, az ez. A lényeghez való visszatérés. Na most, aki ezt tapasztalja, az nem mondja azt, hogy számolt fel az egódat, az azt mondja, hogy az égkék és a fűzöld. Ha felszámoltad, az a hiba, ha nem számoltad fel, az a hiba. Értjük? Köszönöm. Egyéb kérdés? Mikor az interjú szobában vagyok, a kónokat nem tudom, és visszaülök a daramateremmel a helyemre, mindjárt tudom a választ. Hát ez egy állítás eddig még. Ott nem tudod, itt meg tudod. Mi az oka? Nagyon jó. Jöttek vele egy... Most már tudom, mire kell válaszolni. Na, tehát ugye a kettő helyzet közti különbség az, hogy amikor bejössz a interjúszobába, akkor befeszülsz. Még jó sok idő után is be lehet feszülni. Ott egy tekintély személy. Úristen! És akkor megjelenik előtted az összes tekintély személy, ott így Csongan Szunin mögötti föl sorakozik. Tehát, hogy ennyire jó projekciós felületet még keveset láttam. Sokat lehet rávetíteni. De ez jó. Ez érted van. Tehát, mert hogy kevesebbet lehetne projektálni, hát akkor egy csomó mindent nem vennél magadból észre. Ott, egy olyan, ott van az apa komplexus, a pap, a minden. Apa. Igen. És akkor... Na és amikor ez van, hogy... Hát akkor úgy beszűkül a tudatod, hogy ott minden lesz, csak intuíció, nem. Nem egy túlélés. És ez tök jó, ezt lehet évekig játszani. De minél többet csinálod, minél tudatosabb vagy benne, annál inkább be tudod vinni azt a tudatosságot, de egyben lazaságot, ami akkor van, amikor kijössz a... becsukod az ajtót, kihúzod, és akkor... túléltem. És akkor jön a kohan válasz. Mert akkor elengeded magad, mint nem tudom, pisilés közben. Vagy kakilás közben, úgy... Nem, hát Mángong zenmester mondta, hogy kakilás közben vagyunk néha a legszabadabbak. Igen, igen. Hát, hogy akkor, mint szükségét végző állat, ugye van ez a versor. Hát akkor tud megjelenni valami, na mindegy, úgyhogy... Na, ha elengedett vagy, akkor ez is megjelenhet. Ha nem, ha feszült vagy, ugye akkor a székrekedés is például bejön. Ez a üs vagy fús, és az az üs verzió. Tehát ez az... Úgyhogy ezt gyakorold. Jó. Ezek után... Jövünk a nagy büdös semmiből. És megyünk a nagy büdös semmibe. Én annyit fűznék hozzá, hogy hát a zuhany alatt én jobban énekelek, mint Higany Alfred, azaz Freddie Mercury, de a színpadon nem. És mi ennek az oka? Hát a színpadon mondjuk lehet, hogy mások is hallanak. És a színpadon nem csak az én saját illúzió megfeleléseimnek kell megfelelnem, hanem egy valós közönségnek. És érdemes odafigyelni, hogy ugye akárcsak az önkép és az önvaló, a képzelet és a valóság közt úgy mennyire van feszülő vagy köszönő viszony. És tudjuk, hogy bemegyünk a interjúszobába, akkor ugye hagyjunk innen mindent. És akkor, mikor visszajövünk a Dharma terembe, akkor is hagyjunk ott mindent. És akkor hol van az, ami van? Nem tudod ellenőrizni, hogy amikor visszajöttél a Dharma terembe interjú után, hogy ez valóban a jó válasz-e a koanra. Ezt akkor fogod megtudni, hogyha kipróbálod. De attól, hogy mondjuk a Dharma teremben például teszem azt, hogy
jó választ adtál, és akkor meg is jegyzed, amit egyébként nem ajánlok, hogy itt tartogassunk választ a következő interjúig, mert hogy tartogatjuk a választ, az konzervíze lesz általában annak. Tehát, hogyha megjelent, akkor meg fog jelenni újra, ha valóban az a válasz. Ha valóban az a helyes reakció, mellékesen ugye van, hogy ugyanarra, konra néha más a válasz két különböző alkalommal. Mint ahogy az életben sem lehet ugye minden pofon mellé se egy forgalmi rendőrt állítani. Nem lehet tudni azt, hogy melyik pillanatban milyen szituáció, milyen kapcsolatot és milyen cselekvést hoz maga után. Viszont, ha az interjún, ugye az, ami a Dante megjött a válasz, visszajössz az interjúszobába, helyes a válasz, és akkor mi van? Nincs semmi. Hogyha ez a koan, ez nem épül beléd, ahogy Sung Sanzenbeste is emlegeti, you have to attain the kongan, hogy ezzel valahogy egyé kell válni, el kell érni, talán a helyesebb magyar megfelelő csongászanin inkább el tudja mondani. You have to attain, tehát valahogy egyé kell válni a kongan, és akkor elkezd ez működni. Különben olyan lesz, hogy helyes válaszokat mondogatsz, kapsz egy csomó GPS koordinátát, hogy hol van az arany, de nem keresed meg, és nem használod minden ember javára. Tehát teljesen mindegy, hogy benn jön meg a válasz, itt jön a válasz. Ha ezeket nem tudod beépíteni a hétköznapi gyakorlatodba, akkor sem benn nem ér semmit, sem itt nem ér semmit. Amikor majd elkezdesz főzni, és akkor a lelki állapotod és a hozzáállásod és a helyes cselekvésed majd jóleső érzéssel tölti el a táplálkozó embereket, akkor tudod, hogy helyesen főzted meg azt a paprikás krumplit, helyes mennyiségű sóval, hagymával, borssal, stb. De ezeket is ki kell próbálni. Hiába mondom, hogy hallottam ilyen recepteket, hogy leírják, elküldik, egészséges étkezés, hogy akkor 20 gram krumpli és 10 mikrogram só, meg ilyesmi. Hogy lehet így főzni? Sehogy. Kezdetnek jó, kiindulási pontnak jó, de el kell készíteni, és fel kell ajánlani. És akkor majd jön a visszajelzés, és nem tőlünk, mert beszélünk hülyeségeket majd az élettől. Alapvetően a koan az egy haszontalan kreálmány. Tehát egy ilyen teljesen agyament társaság, szó szerint több száz év alatt kidolgozott ilyen 1700 koant, ebből mi 200 akárhányt használunk, ami bőven elég ahhoz, hogy az önképedet és a világképedet teljesen felfordítsa. Tehát a régi időkben, amikor én még akartam tanítani, akkor bejöttél, és én eldöntöttem, hogy koant fogok tanítani, mert te arra jöttél, és tiszteletet adtál, és végzed az elvonulást, és akkor nem te voltál fontos, hanem a koan, ami valahol érthető, hiszen engem nem érdekel a narratívád, a karmád az tényleg hidegen hagy, együttérzésből egy ilyen távoli északi sarki fényt kapsz, osz szerbusz, tehát nagy azt hitt, hogy érdekelsz, és hogyha megoldottad, akkor semmiféle örömújongást is, mert kapod a következőt, és én eltökett. Te innen olyan nem tudom, ma mész ki, mint kilóg a naplóból. Tehát ez a közepes zen tanító. Hogy a magas szintű milyen, azt nem tudom, de a közepes kettő az úgy változik, hogy te bejössz, leborulsz, és én rád nézek. Te verejtékben úszó tündérbogár. Te félsz. Tőlem? Nem. Ugye, hogy nem tőlem, hanem attól, amit elmondott az Ádám. Tehát igen, az a hosszú lista, igen, amit rám vetítesz, ugye? És akkor elkezd egy olyan kapcsolat kialakulni, amiből már következhet a koan praxis. És én ilyen megtévesztően humanoid is tudok lenni, hogy igen, érdekel a sztorid. Valójában nem, de az, hogy te elmondhasd azt, amit éppen lábjegyzetben a traumáidnak a jeges, savas ugye, alja ugye, diktál, azt lehet. Egy pár mondat erejéig, csak azért, hogy kicsit nyissál. És nehogy azt hitt, hogy én az vagyok, akinek te engem hiszel. Tehát ezek nagyon komoly illúziójátékok, hölgyeim és uraim,
És a legnagyobb veszteség az embernek az az önképvesztés. Ahogy mondtam, a fogadalomtételi szertartás alatt a legnagyobb drog az az önképed elhitele. Hogy azonosulsz azzal a hülyeséggel, amit a transzgenerációs karmától kezdve apád, anyád, iskolát, környezetet, barátod, ellenséget beléd injekciózod, hogy ez te vagy, és csak ez lehetsz, és még a saját hülyességed, de szépen be van oltva. Ez kuka, ez úgy, ahogy van. Na most, ha a koanpraxisnak van haszna, az az, hogy ebből kirobbant. Mert olyan mértékben nem tudod, hogy már magadat se. És hogy értéktelen? Teljesen üres az egész. Egy rakás üveggyöngy. És ez az üveggyöngy, ez nem gyémánt. Viszont ezen az üveggyöngyön megvették Manhattan szigetét egy indián törzstől. Ami most trillió-trillió dollárt ér. És az egész, olyan 150 évvel ezelőtt köbö, úgy indult, hogy meghívtak egy törzsfőnököt, hogy most nem legyilkolni akarjuk magunkat, hanem ezt a szigetet szeretnénk csak úgy elkérni, és itt van egy kis üveg, és rá, hogy hú, ilyet még nem láttak. Ez az üveg, ez úgy csillogott, mint semmi más. És a hódítókra högtek, a First Nation, a benszülött amerikaiak, nem indiánok, ez egy másik földrész, azok azt mondták, hogy hát ez fantasztikus. Mi ezért ezt a földet, amit mi csak legeltettünk eddig, azt nagyon szívesen odaadjuk. És Manhattan az így lett az, ami. Tehát vigyázzunk az értékkel és az értéktelennel, a tudommal és a nem tudommal. Az igazi kérdés az, hogy ébredsz-e tőle, vagy sem. És akár használhatod is a koanpraxist az ébredésre, ha nem ragaszkodsz az álomképeidhez. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ott. Az lenne nekem a kérdésem, hogy honnan tudom meglátni azt, hogy éppen menekülni szeretnék-e valamibe belé, vagy épp egy testi vagy szellemi szükségletemet szeretném kielégíteni. Két kérdést kell föltened. Mi van a hátam mögött, és mi van a fenekem alatt? Hogyha a hátad mögött az van, ahonnan rohansz, akkor menekülsz. Hogyha a feneked alatt valami kávás fehér van, akkor a testi szükségleteidet elégíted ki. Szar válasz. De ne várjál mást. Nem is vártam. Maestro? Miért akarod ezt tudni? Na, jó lenne. Jó lenne? De nincsen enélkül elég bajod? Miért bonyolítod még magadnak? Hát azt hittem, hogy azért van bajom, már ezt nem tudom, de hát akkor nem érdekel. Köszi. Mi elől menekülsz? Nem tudom. És mi van a feneked alatt? Párna. Hát akkor azt nézd meg magadban, hogy ennek a kérdésnek a feltételese most kapott magas szintű válaszok mennyiben vittek téged közelebb a megvilágosodáshoz? Hát párna van alattam. Helyes. Következő kérdés. Barna, most említetted azt a dharma energiát, ami most engem a kjolcsa alatt megcsapott, és... Majd elmúlik. Majd elmúlik, és pont ez a baj. És érzem, hogy én otthon nagyobb mindent megpróbáltam, de hát ugye hétfőtől péntekig azért csak megy az embernek a munkanapja, és akkor mondtad, hogy a dharma energiavesztés. Erről tudnál egy kicsit még beszélni, hogy az miből következik? Mert ezt most szerintem direkt nem akarom látni. Azok a mondatok, amiket az előbb így elmondtál, bel is keveredtél, azok egy nagyon jó úton haladsz afelé, hogy az energiádat elpocsékold olyan dolgokra, amik nem feltétlenül segítenek neked. Amit mondtad, hogy ugye hétközben dolgozunk, meg ugye reggel felkelünk és este lefekszünk, biztos már próbáltál mondjuk fennmaradni valami nagyon fontos munka miatt későig, és egy idő után érezted, hogy akkor sem megy, hogy bármennyire akarod, akkor sem megy, mert egyszerűen nincs honnan valamiért, bármennyire akarod, nem tudod. A másik, amit észrevesz néha, hogy amit kipihenten úgy elnézel például egy gyereknek, hogy egy pillanat úgy siklasz át fölötte, hogy semmi beleakadás, sőt, még egy kis tanítást is teszel neki bele, és megsózod egy kis szeretettel, és akkor az egész olyan szépen ott működik, hogy mint egy szép zöld borsó főzelék. Az, mire este lesz, arra
a legkisebb ingerre ugrasz, és akkor visszatérsz az első jelrendszerhez. És ilyen kicsit dörzsibben akarod megoldani a problémákat, és általában nem tudod. Tehát ugye van az a mondás, hogy a bölcs hajós ugye megvárja, amíg jön a dagály, és akkor szépen a zátonyok fölött így elsuhan. Hogyha nincs dagály, nagyon nagy odafigyeléssel, nagyon nagy kockázattal, nagyon nagy erőfeszítéssel, talán meg tudja kerülgetni az zátonyokat, talán, de általában nehezebb. Ezeket azért mondtam, mert a dharma energia, az hiába mondom, hogy mi az a dharma energia, hogyha téged már valamilyen szinten ez a dolog megérintett, hogy igen, egyszerűen könnyebben megy a valami. Egyszerűen jobban átviszed ezeket a dolgokat. Emlékszem, a másik példa, amit fel tudnék hozni, ilyen stratégiai játékokat játszottam. A Heroes of Might and Magic volt, emlékszem, hogy nagyon sokat játszottam vele, és ott volt, hogy annyira átütő hadsereget kellett összegyűjteni ilyen mindenféle fantasy-ízékből, hogy minimális veszteséggel tud legyőzni a másik hadsereget, mert különben szépen felmorzsolódtál. De ha tényleg az összes lovat, összes mindenkit összegyűjtöttél kitartóan, akkor egy olyan kemény hadsereget lett, hogy mindenen át tudtál menni. Tehát ez tulajdonképpen így energetikailag ez a meghaladás útja, hogy összegyűjtöd, nem pocsékolod el, és akkor egy idő után úgy megy a dolog, hogy nem kell belefektetned a pillanatnyi helyzetfelismerésedbe, kapcsolatteremtésedbe, cselekvésedbe, különösebben energiát. De attól még ezt úgy vissza kell mindig pótolni. És nem, ugye, nem a, ahogy mondjuk, nem a hegy alatt kellene abrakolni. Hát akkor szoktunk, amikor már érezzük, hogy teljesen minden energiánk, minden látásunk, minden felismerésünk ott lóg az illúziókon és a katyvaszos elkeseredésünk mocsarán, és akkor eljövünk ide az eredeti zen templomba, és üldökélünk, és akkor úgy érezzük, hogy ez még rosszabb, mert az a katyasz úgy tovább úgy most már nem csöpök, hanem folyik és ömlik. Jó volna ezt az egészet ezt karban tartani, és akkor ugye, mint hogy mondják, hogy jó, ha jó üzemanyagot tankolsz a kocsiba hosszú távon, az megéri, mert nem lesz baja, nem megy tönkre a motor, stb. Itt is a gyakori szervizeléssel, gyakorlással, azért van gyakori a gyakorlás, akkor ezt fent tud tartani valamelyest ezt a szintet. És azért, hogyha úgy érzed, hogy picit kevesebb, akkor szállj arra egy kis időt, hogy egy picit több időt tölts mondjuk itt, vagy akár bárhol. Egy picit tudatosan felfüggesztve mindenféle olyan működést, ami akár verbálisan, akár gondolatilag, akár anyagilag, akár érzékileg, akár bármilyen módon ezeket az energiákat, amik a látásodat alátámasztanák, táplálnak, ezek elszivárogtatják inkább. Ismerd fel, hogy ezek hol szivárognak, mondjuk például egy mondaton belül is, hogy hányszor kezded újra, és akkor következőkor egy fél mondattal el tudod mondani azt a lényeget, ami fontos, vagy hogyha nem fontos, akkor meg szépen hallgatsz. Ezért van akkor energia hallgatásban. Következő kérdés. A kisebbik első osztályos lányomra panasz van a suliba, már szülők is, meg tanárnénik is. Van egy osztálytárs, akivel így bújtogatják egymást, és rosszalkodnak. Nem tudom, hogy mi történik, senki nem mond semmit, a gyerek bezár. Nem az van, hogy amit az oviba csinált, hogy sírva bebújik az ágy alá, és toporzékol, és hárít, és tagad. Már nincs ez, mert én is máshogy kommunikálok vele. De még mindig nem tudom, hogy mi van. Hogyan tudom megnyitni a gyereket? Hát ezt te tudod, hogy tudod megnyitni a gyereket. Próbálkozz. Próbálj olyan közeget teremteni vele, ahol azt érzi, hogy megnyílhat feléd.
ezt viszont neked kell érezned, hogy mindenkinél más, de hát nagy átlagban az van, hogy érezze azt, hogy te szereted, és nincs elvárásod felé, hanem csak ott vagy, mint egy jóságos jelenlét, egy ilyen feltétel nélküli jelenlét. Mondom, ennek a módja, azt te látod. De használd a gyakorlatodat ebben. Használd azt, hogy nem akarod már az energetikáddal sem őt belerőltetni valamibe. És akkor hagyd, hogy beszéljen, vagy játszon. Gyerekek ugye sokszor életkortól függően nem direktben mondják el. És hát persze, amennyiben mód van rá, akkor azokkal a felnőttekkel, akik ott látják, velük is érdemes így beszélni, hogy legyen egy tiszta képed róla. Most nem akarom a személyes fájdalompontot megérinteni, de a szanga szempontjából el kell mondanom, hogy itt az apának van elképesztő szerepe. Tehát minden, ami fegyelem, ami rend, ami működés, ami a yang elv, nem jelenti azt, hogy azt a nők vagy az anyák nem tudnak. De ez, amiről most beszélsz, ez egy apa probléma. Tehát az apával való kapcsolat, az apa és az anya közti egyensúlynak a hiánya. Tehát azzal, hogy még rengeteg tapasztalnivalón van a szülőség és a gyermeknevelés területén, azzal együtt mondom, hogy amit eddig láttam ebből, abból az következik, hogy tessék hárman leülni. Apa, anya, gyerek. És nem rátérni a témára, hanem kialakítani egy olyan hármas energetikát, amelyben ő érzi az apa és az anya eredeti szándékát, az, hogy szeretettel megteremtették őt. Mert akármilyen körülmények között is fogan egy gyerek, amögött vágyenergia van, és amikor a gyerek megszületik, akkor olyan nincs, hogy valamilyen komoly szeretet energiát nem kapna. Nem lennénk emberek, ha ezt nem bocsátanánk rá. Miért, milyen gyakran, milyen egyéb karmával, ez másodlagos. De a szülők húzzák elő magukból a legjobbat, mert ebben a szeretet térben tud kinyílni a gyerek. Nem fog kinyílni semmilyen verbálmágiától, semmilyen kényszer, megfélemlítés, felejtsd el, úgy bemegy az ágy alá, elő se jön. Úgyhogy én ezt javaslom, és utána azt, hogy a másik gyerek felnőtt ugye családjával ugye beszélni kell, de amíg ezt nem tudod végrehajtani apa, anya, gyerek, addig a gyerek pszichéje, mint egy ilyen féloldalas repülőgép, ahol az egyik motor vagy nincs, vagy nem működik rendesen. Hát pedig ezt tudom, hogy nehéz, meg kell próbálni. Jó? Korábban volt róla szó, hogy sem az önszeretet, sem az öngyűlölet nem vezet sehova. Hát de hogy nagyon-nagyon cifra és hiába való helyekre vezet, az biztos. Igen, tapasztaltam. De hogy mi a helyes önbecsülés, vagy önértékelés, vagy hogy nevezzem? Amikor a tükörben nézel, mit látsz? Magamat. Aha, és most hányszor gondoltad újra ezt a magamat a kérdés vége és a válasz kezdete között? Legalább háromszor. Akkorát döccent az elmét, hogy most mit mondj. Mitől? Mit féltesz? Mindig ilyen faramúci kérdéseket szoktál feltenni. Én. Figyeled az arcszíned változását? Érzed? Akkor hol van a faramúci, te drágat? Mondjad. Tehát itt az van, hogy teljesen elfelejtettem a kérdésedet. Tudod miért? Mert te vagy a fontos, nem a kérdésed. Az egyetlen egy az, hogy mi az eredeti arcod. Az, hogy most öngyűlölet vagy önszeretet, ez az ahamkárának, az én csinálónak a két legnagyobb trükkje. Hogy ne tudj megszabadulni attól a fixa ideától, hogy te jó vagy, vagy rossz vagy. És amikor a tükörben nézel, akkor a magad ilyenségét kéne látni, és úristen, nem a fürdőszoba tükörre gondolok, az 1%, amit ott látsz, ezzel a bőr, két lyuk, még két lyuk, kettő, egy, tehát, érted? Emlékszem, így kora 20 éves koromban így néztem magamat a tükörben, hidd el, nem sokat, de föltettem a kérdést, hogy miért ez? Tehát miért nem ez vagy ez?
És akkor hosszú meditatív tapasztalatok útján jöttem rá, hogy ehhez a lélekhez ez a test tartozik. Nem vehettem föl más testet, mint ezt. Nem születhettem máshoz, mint apámhoz és anyámhoz. Nem születhettem máskor máshova, mint akkor és oda, stb. Stb. Tehát ez a fajta ilyensége a karmának, ez az egyetlen egy valamennyire is biztos záloga annak, hogy előbb-utóbb úgy látod magad, ahogy vagy. Abban a tatvában, vagy működésben, ahogy te vagy. És ennek lehet irányt szabni. Azt, hogy egy pillanatban szeretem magam, vagy nem szeretem magam, ez illúzió. Úgyhogy hogy működöm én? Mi ez az avatár, amit lehoztam? Miért ez a testem? Miért így működik a lelkem? Tehát ezek elképesztően fontos kérdések, és amikor tükörben nézel, akkor előbb-utóbb látsz, főleg, hogyha belsőben nézel. Ennek a torzulata az, hogy szeretem, vagy gyűlölöm. Ez kuka, ugye, hogy van? Jó? Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy van egy nagyon egyszerű képlet. Minél többet gondolsz magadra, és tépelődsz magadról, annál szarabbul fogod érezni magad. Mentál higiénés szakember, csak hogy mondjam. Önismeret, meg ilyen. Tehát, ha nagyon önismersz, tök jó, csak aztán engedd is el. Tehát, hogy azt, hogy ki kell kukázni, és akkor marad a kék ég, meg a zöld fű. Tehát, hogy mindig azzal van baj, ha tépelődünk, jaj, most szerethető vagyok, jaj, nem vagyok szerethető. És persze lehet, hogy ezelőtt a kék ég meg fű, a zöld fű előtt egy pár ilyen érzelmi karmát ki kell pörgetni. Ez teljesen rendben van. Sőt, a tudatosság segít abban, hogy nagyon precízen rálás, megenged, átszenved, aztán mehet el az ürességbe. Oda, ahonnan jött, csak megtartottad azzal, amit hallhattál ma már sokszor, hogy azonosulsz vele. Ez az előmunka. És a gyakorlatnak ez is a része. De aztán utána ki kell lépni abból, hogy magunk körül forgunk. Mert a szenvedés az magunk körül forgás, és a magunk körül forgás szenvedés. És akkor egyszer csak el kell jutni ide, hogy és akkor a padló barna. És akkor mehetsz tovább, meg segíthetsz másoknak is akár. Következő kérdés. Eddig ilyen 30-40 perceket ültem, és itt a kiolcsén ez az 50 perc, ez azt az érzést keltette bennem, hogy így a testem az 40 perce van beállítva, és 41. percnél így mindenem fáj, hogy így ezt kaphatnék tanácsot. Mm-hmm. Légy szíves, mondd meg nekem, hogy mi állította be 40,5 percre a testedet. Melyik sejtcsoport volt az? Mert akkor kioperáljuk. Tehát az elmének valami elképesztően döbbenetes hatása van a testre. Elmondom így Dióhéjban a legfrissebb fogorvosi élményemet. Ott még a 15 másodperc is sok, ha fúrnak. És miért? Tehát én kutattam magamban, hogy ez mitől van, és az összes, mert egy darab öcsesség fogalm nincs meg, de változatosabbnál változatosabb körülmények között szabadultam meg tőlük, Budapesttől Szingapúrig, és azért ez elég kemény játék volt. Tehát ez a 4, egy szájzáras, egy beszakadós, egy mélyhúzós, tehát azért tudnak így a fogorvosok is szerencsére, de a legutóbbi az egy egyszerű amalgám tömés csere volt, és itt adok hálát a fogorvosnak, aki innen nem messze, egy 40 perces autóútra egy kicsike kis pilisbeli városban lakik, és hát az az ember egy bódhiszattva, mert olyan türelmes és annyira szakszerű, hogy bízol is benne, meg el is tudsz lazulni, tehát tudod, hogy a színházadat azt te csinálod. És ezt el is mondtam neki, doktor úr, elnézést kérek, nekem ilyen kis beragadásaim vannak, és nem félek magától, csak a hang, a hőérzet, és ez az érintés ennek a 18.000 per perces cuccnak, ez ilyen sikoltó fájdalmat tud létrehozni bennem. Hát akkor jó, mit csináljunk? Hát mondom,
Jó, hát akkor legközelebbre hozok valamit, mert a fogkőleszedésnél kiderült, hogy ez nem megy. Kézzel szedte le az egészet. Tehát egy 10 perces munkát csinált egy órán keresztül, hogy ne sikoltsak, ez hihetetlen. És az amalgám tömésnél már ilyen opció nincs. Ott ki kell fúrni, azt kész. És az első dolga az volt, hogy megmutatta a fogröntgent, amikor megkérdeztem, hogy doktor, mondja meg, hogy ez hol fog nekem fájni. Azt mondja, ilyen vastag réteg választja el az amalgám alját a tényleges fájdalomzónától. Nézze meg. Tehát ez volt az a tudás. A tudás, ami kellett. És akkor fejhallgatóval így a fülemben, amin én is zenét hallgattam, hogy ne a fúró hangja legyen, egyszerűen így megfogtam magam, és a zenére koncentráltam, és közben pedig bennem zúgott ez a borzalom. És a folyamatban így egyszer csak megkérdezem ezt, hogy többször kell, azt mondja, fájdalom van, és így tele voltam ilyen kis gézzel mindenne, hogy a nyelvem ott ne legyen úgy, mert minden, és akkor mondtam, hogy minden oké, okay, de belül az elmém azt mondta, fájdalom nincs, csak félelem van. És abban a pillanatban ketté tudtam választani az érzetet és a ráadott reakciót. Amikor ez a kettő együtt van, akkor az előérzet, hogy fájni fog, az érzet, előbb elmondtam, hogy hő, hang, mechanika, és a ráadott félelem válasz így exponenciálisan megemeli azt, ami egyébként nincs ott, és ez az illúzió. Abban a pillanatban, hogy rákérdezett, ez ketté vált, és el tudtam lazulni. Ott volt az érzet, de a ráadott reakció nem, mert felismertem, hogy igen, ezt ketté tudom most választani, meg tudom különböztetni. Tehát amikor a 40 és feledik percnél bekrepál valami, akkor a lélegzeteddel odamész, és megkérdezed, hogy mi ez. Na ez, ami nekem a fogorvosi székben nem jött át, mert akkora volt a stressz. Tehát az érzékszervi hatás elmosta a kérdést. El tudja, hölgyeim és uraim. Tehát ne bízd el magad. Ha egyszer a gyakorlat működik, az egész életedbe kellene, hogy működjön, de nem, mindig fog. Oké? Okay? És abban a pillanatban meg tudtam haladni azt az énséget, amelyik eldöntötte, hogy ő félni fog, mert biztos, hogy fájni fog, és ezt előre tudja. Tehát te ne tudd előre, hogy hány percre vagy beállítva, hanem végezd a meditációt, és hogyha fáj, akkor kérdezd, hogy mi ez? És hogyha lélegzeteddel odamész, és a kérdésre elkezd a fájdalom így ingadozni, jönni, menni, akkor tudod, hogy az kuka. Azt az elmét csinálta, mert így szokta meg. És akkor előbb-utóbb rájössz arra, hogy ez a test, ez rengeteg mindenre képes akkor, ha az elméd nem gátolja le. Na most, ha tényleg képezni akarod magadat, akkor jóga. Jóga, főleg ászana és pranayama, és akkor a test határait tapasztalati szinten úgy kitágítod, hogy az valami hihetetlen. És fogod magad, és oda teszed a kis sisupál ászanában a térdedet, a bokád, és így ölelgeted. Na, ekkor aztán tényleg szeretet van. Tehát így ölelgeted a saját lábadat, és lesz, hogy eddig ezt nem tudtad megcsinálni. És utána 50 percet, mint a beton, úgy ülsz le. Tehát elképesztő lehetőségek vannak bennünk, ha ezt nem veszed abszolútnak. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyéb kérdés? Nekem két kislányom van, és a kisebbikem, aki most első osztályos, csúfolják az iskolában azért, hogy hogyan ír, és ezért ő képes egyáltalán nem írni. És velem sem gyakorol, majd lebetegíti magát, otthon maradunk, és azt mondja, hogy anya, veled szeretnék tanulni. A nagyobbik lányom, ő pedig általában a hirtelen jött kérdésekre fagy le. Tudom, honnan jön, hogy mit tudok tenni ellene. Én, mint anya. Fogalmam sincs. Te, mint anya, elsősorban magaddal tudsz tenni valamit, azért, mert te vagy még neki a tér. Te vagy még neki az a, még úgy szervesen. Hány éves, mit mondtál? 7. A kis. Tehát még nagyon szorosan, még talán van 1-2 év. Még bennem is, hogyha magadat olyan állapotba hozod, ami
ami ezt lehetővé teszi, hogy ezt a átjárást biztosítsa, akkor meg fog születni valamiféle megoldás. Tehát az, hogy általában mit lehetek kocsinálni, én nem tudom, nekem egy lányom van, és még csak másfél éves, és így se tudom. Csak azt látom, hogy nagyon-nagyon kipróbálják mindig a határokat, nagyon-nagyon, ugyanakkor meg nagyon szükségük van valamiféle stabilitásra, amit persze próbára tesznek. És ezt anyai szemmel meg pláne nem tudom, hogy az a befogadó, megengedő anyai tér, amit tudsz biztosítani ideális esetben neki, hogy mennyire elég, de hogyha ezt mondjuk biztosítod neki, és biztosítod a felől, hogy nem feltétlenül kell őt az érdekelje, hogy mások mit mondanak arra, hogy ő hogyan ír, viszont el tudod neki mondani, hogy az írás az eléggé hasznos tud lenni alkalmanként, akkor lehet, hogy ilyen kis szövetségesekként létre tudtok hozni egy ilyen kis klikket, ami ellen tud ennek a külső nyomásnak állni. Tehát nem tudok ennél jobbat, mindig a végső válasz az, hogy mit tudok én magammal kezdeni, az, hogy főleg a közvetlen körülöttem lévő emberek, és a közvetlen körülöttem lévő ember, hogyha egy gyerek, akkor még nem is, szinte, hogy nem is körülöttem van, hanem szinte még egyek vagyunk, hogy elboldoguljanak, és tudjanak helyesen működni. Tehát, hogyha ez a félelem mondjuk megvan benne, és ez a dac is megvan benne, akkor ezt a félelmet és ezt a dacot még talán magadban kellene egy picit rákérdezni, hogy mi ez, és honnan jön, és lehet, hogy ez akkor segíthetne neki is. Mindezt azt mondom, hogy lehet. Az első mondatom az volt, hogy nem tudom, és ezt azért tartom. Az a kapcsolat, amiről beszélsz, ez a kapcsolat. Anya és gyermek között. Tehát ez minden kapcsolatnak a prototípusa az életünkben. Éppen ezért nagyon nagy hatással tudsz lenni te a gyermekedre. Úgy, ahogy senki más. És az nem mindegy, ugye, ahogy Barna mondta, hogy milyen tudattal tudsz ott lenni, és mennyire tudod elviselni azt, ami a gyermekedben éppen van. És náluk azért sokkal inkább még a, tehát ez, hogy kognitív szinten mit mondasz, meg amiket itt mondunk, ez a gyerekeket nem érdekli. Majd 18-20-30 éves korukban lehet. De az, hogy te milyen jelenléttel vagy ott, meg megtartod-e őt, azt érzi. Ha megijeszt, ami vele történik, vagy nagyon aggódsz érte, vagy túlfélted, vagy túlvédelmezed, vagy kiveszed, sok minden lehet, azt megérzi, és akkor ő is bizonytalan lesz. Tehát a legjobb neki az, hogyha azt érzi, hogy igen, itt most biztonságban vagyok, és akkor elmondhatom akár azt is, hogy csúfolnak. És akkor azt transformálhatod, hogy meghallgatod, hogy csúfoltak, történt vele a rossz élmény, de ő hova tudja ezt kivinni úgy, hogy ne pusztuljon bele. És ezt tőled tanulja, meg tőletek tanulja. És te tudsz adni neki olyan mintát, hogy ő később majd, amikor felnőtt lesz, akkor ne kelljen olyan sokat járni a mindenféle segítőkhöz, meg családállításra, meg mindenfélére. Aztán persze úgy is lesz, ami miatt majd akar járni, de alapvetően ez az ős minta, ha jó, az nagyon-nagyon-nagyon sokat tud adni. És akkor ehhez kell az a belső szilárd jelenlét, ami többek között például a zen meditációnak a sajátja, hogy ez a leföldeltség, hogy ez a center, hogy ott van a napi gyakorlat. Mert akkor te, akivért felelős vagy, nem csak magadért, hanem a gyermekeidért is, tudsz nekik egy ilyen jelenlétet adni. Amíg föl nem nő, aztán utána persze meg el is kell őket engedni. De addig ez nagyon fontos, amit szintén itt már többször mondtunk, hogy amikor kell határtartás,
De amikor meg kell, akkor az anyai oldalról ez a nagy-nagy elfogadó, befogadó szeretet és tér, és az abban megélhető nehéz érzelmek. Mert ezzel tanítod neki is, hogy mit csináljon azzal, hogyha csúfolják. És el lehet oda jutni, hogy igen, ő akkor azért hogy áll ki? Hogy azt mondja, hogy nem. Ez egy többedik lépés. Köszönöm. Két apróság csak. Ilyenkor a szeretet mellett az ilyenséget nagyon jól tudod használni, hogy édes kislányom, a te írásod az nem csúnya vagy szép, az éppen ilyen, és én el tudom olvasni. És el tudja olvasni mindenki, aki érdeklődik. Tehát ezzel a bizalmát visszaadod. És 7 éves korig még olyan erős energiafüggés van, hogy ahogy hallod, te mindent meg tudsz vele tenni, bármit. És a második, ugye az idősebbik, ő pedig, hogyha lefagy a hirtelen kérdések, akkor küld el ide. És akkor megmondom, mi lesz. Mert most te hogy azt hitt, hogy lefagyasztjuk? Nem. Elkezdünk úgy tréningezni, hogy teljesen más szögből olyan kérdéseket kap, amiket meg tud válaszolni. Utána nehezebbet, utána egy kicsit nehezebbet, utána lefagy. És akkor megkérdezem, hogy amikor megválaszoltad, hogy érezted magad, és amikor nem válaszoltad meg, hogy érezted magad, és a kettő közt mi a kapcsolat, és elkezdjük tágítani a határt. És mire hazamegy, persze veletek vagy veled együtt jön, és mondja, anya, te sokkal könnyebbet kérdezel, mint ez a kopasz bácsi. És megvan oldva a probléma. Köszönöm szépen. Szívesen. Utolsó két kérdés. Sokat beszélünk, meg használjuk is ezt a mihez kérdést, de szerintem ez elég nehéz megérteni ahhoz, hogy az ember ezt meditáció közben is helyesen tudja használni. A gyakorlat során ajánlhatom-e másoknak is, hogy én kibővítem ezt a kérdést. Én mostanában fölteszek magamnak olyan kérdést is, hogy ha meghallok egy hangot, mi az, ami hallotta ezt? Mi az, ami most ezt mondta bennem? Mi az, ami most ezt gondolta bennem? Lebontom. Mi az, ami tapasztalható, de szavakkal nem leírható. Mi vagyok két gondolat között? Mi vagyok a gondolataim előtt? Ezt ne ajánl másoknak. Hát igen. Tehát én ezt valószínűleg túl bonyolítom, de nekem segít. Én ha neked segít, akkor tartsd meg magadnak, és őszinte együttérzéssel fordulunk feléd. Köszönöm. Viszont az eredetit tessék megtartani, ülve, állva, járva, fekve, beszédben, csendben, álomban és ébrenlétben, folyamatosan, megállás nélkül. Mi ez? Már ez is bonyolult. Ezt nem tudom, miért kellett a régieknek ennyire túlbonyolítani. Egy kicsit egyszerűbb az, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ez meg hosszú. Nem elég az, hogy mi ez? Hidd el, előbb-utóbb rájön az ember, hogy az elméjének a működéséről egyre inkább le tud választódni. És már az se, hogy alanyi vagy tárgyas mi ez, és szóbeli vagy szóbeliség nélküli mi ez, majd rájön. Jöjjön rá, de nem lehet egyből elmondani mindent. Jó? Tehát a legegyszerűbben, legtisztábban kell kezdeni, és nem túl bonyolítani, különben ilyen utánfutók mennek a tarkód után. Érted? Te meg húzod. És akkor azt hiszed, hogy nehéz a kérdés. Nem, az agyad nehéz. Mert túl sokat gondolkodol azért. Jó? Jó. Há? Értem. Jó, köszönöm. És legyen meg egy kíváncsi figyelem. Jó, tehát ez semmi más, mint egy kíváncsi figyelem, mint egy botanikus, aki fölfedez a réten egy új variánsát valami kosbornak, és akkor megnéz, hogy na az, amikor az a figyelem van, hogy meg amikor a vadász várja a vadatot, hogy na mikor jön. És van benne egy ugrásra készség, de közben egy teljes jelenlét és figyelem. És kíváncsiság, és nyitottság. És ez megvan, tök jó. A kérdés az egy ilyen segédeszköz hozzá, hogy valami kognitíven is legyen. De ez főleg először lehet bizonyos típusú embereknek segítség, hogy igen, akkor kérdezel, és nyitott vagy, mert a kérdés megnyit, minden állítás meg bezár. Egy adott gondolatmenetre. Egyébként nagyon könnyen le tudod
mérni, hogy jól csinálod ezt a gyakorlatot, vagy kevésbé jól, és intellektualizálsz, és gondolkodsz. Hogyha ezzel a kérdéssel gyakorolsz, mondjuk egy elvonuláson, ha nem jól csinálod, akkor 2-3 nap után megfájdul a fejed. De nagyon. És akkor biztos, hogy itt volt fönn az energia. Ha jól csinálod a meditációt, akkor ilyen nem történik, hanem lehet, hogy testileg fáradtan, de szellemileg kipihenten állsz föl, mert nem mondtad a... Mindig akkor fáradunk ki, amikor ez itt nagyon pörög az elme, mert kiszámoltuk az összes Excel táblát, mert elgondoltuk, hogy most szeretjük-e magunkat, vagy nem. Akkor biztos, hogy kifáradunk, és akkor... Úgyhogy legyen meg ez a tiszta, kíváncsi figyelem, és az még pihentető is. Köszönöm. Mert sok beszédnek sok az alja. Régebben én úgy éreztem, hogy nagyon megy az agyam így meditáció közben. El akartam dönteni, hogy most én azon gondolkodom, vagy csak valamin át kell mennem, tehát földobott valami tartalmat, ami így jön, megy, és akkor azzal nem kezdek semmit, és akkor most... Ez most körülbelül olyan ez a kérdés, mint hogyha azt tetted volna föl, hogy a bot és a hangja azonos vagy különböző. Csak ezt nem lehet olyan egyszerűen helyesen megválaszolni, mert szépen lerajzoltad magadnak a labirintust, fölnövelted a sövényt, és aztán bementél, és elvesztél a saját labirintusodba. Ne járjál úgy, mint a ragyogás végén Jack Nicholson, hogy ott üldözi a gyereket, és aztán megfagyott a labirintusba. Úgyhogy ha most közelebb lennél, akkor megütnélek a bottal, és aztán megköszönném a nagyszerű kérdésedet. Ez az érzet, hogy most jól gyakorlok, nem jól gyakorlok, ez hány éve tevődött fel először? Nem számolom. De hogyha megnézed ezt a kérdést, amikor először feltetted, és most megint, amikor most feltetted, a két kérdés között milyen utat jártál be? Egy labirintust. Szeretsz visszamenni abba a labirintusba? Kiismerted? Nem ismertem ki. Szeretnéd kiismerni? Vagy szeretnél kijutni belőle? Hát, ha kiismerem, akkor ki tudok jutni belőle. Nem biztos. Mert a labirintus pontosan azért van, folyamatosan elvágod az Ariadné fonalát, ami a gyakorlat. A gondolkodással, és újabb rekeszeket teszel bele, és zsákutcákat a labirintusba. A gyakorlat azért van, ugye, ragad meg a fonalat, és akkor szépen csak a fonalat. Ne gondolkozzál, hogy most, akkor most jobbra kell a fonál után, itt a fonál a kezedben, menj utána. Csináld, azért ilyen egyszerű a gyakorlat. Nem kell eldöntened neked közben, hogy akkor most, ez most lehet, hogy ezt a fonalat, ezt a túlfelől valaki gondolkozott, és azért tette, hogy ez jó fonál, vagy el fog szakadni hol a következő fordulón. Nem, amíg a kezedben van, és ez a gyakorlat, és ez a figyelmed, addig csináld. És ne engedd el. Ne vagdost folyamatosan el, és akkor megint kell tapogatózni a sötétbe a fonál után. Aztán megint megfogod a fonál, aztán megint elkezded elvagdosni. Ezt hallottam a beszédedből. Fogd a fonalat, csináld a gyakorlatot, és menj. A test az visszajelzi, hogy most gyakorlok, nem. Vagy csak elmét. Ha nem fáj, akkor... Az jó. Késő, a test lassú, az elme gyors. Ha elmeműködés nélkül egy totálisan non-dualisztikus állapotban valami fölmerül, az a tudattalamból volt. Hogyha az elméd mozog, akkor elkezdi a reaktív lavinát, és akkor projektálsz, megteremtesz, műsort is, szerkesztesz, eljátszod. Teljes belső szórakoztatóipar. Aki csak egy picit is ült, az tudja.
De ha ide visszatérsz, és a tiszta, tükörszerű tudatban valami megjelenik, úgyhogy a manasz nem mozdul, az én kép, az aham nem lép föl, akkor az azért van, mert egy poláris tartalom a tudattalamból feljött, a látás által elvesztette a jó vagy rossz polaritását, elnyerte az ilyenségét, és utána visszament a tudattalamba a helyére, és természetesen integrálódott. Miért jött föl? Mert nem volt a helyén. Ha helyére kerül, onnan tudod, hogy nem jön föl többet. Ne ellenőrizd a gyakorlatot, hanem indítsd be a lélek öntisztító mechanizmusát a tudatosságon keresztül. Ez az egy tudat, vagy a nem tudat. Európában jobban szeretjük ezeket a pozitív fogalmakat, ez a halálom. Tehát a nem tudat az az egy tudat. A tiszta tudat az a nem én tudat. Oké? Megköszönöm mindenkinek, hogy ma eljöttetek. Ugye a ceremóniát és a tanítást mindannyian végigcsináltuk. Megköszönöm tanítótársaimnak a tanítást, a válaszokat, a humort és a teát, és remélem, hogy mindannyian fogjuk folytatni az útonjárást, és időről időre találkozunk, felszíne hozzuk a darmát, egy újabb lépést teszünk a felébredés felé, és segítünk minden lényen, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet!